a jövő A lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a jövő harmadik évadának negyedik adása. Rabár Pimo betegség miatt nincs velünk, de azt gondolom, hogy így is elég sok izgalmas dologról lesz majd szó, ugyanis mai vendégem Kislászló Csillagász. Szia! Hello, szia! És szoktunk történészkedéssel kezdeni, hogy ha nem baj, akkor kezdjük már most is azzal. Nem, legelőször egy bemutatkozást hadd kérjek tőled. Kis László csillagász vagyok, a Csillagászat és Földmény Kutatóközpontnak a főigazgatója. Emellett vannak még mindenféle cafrangos címeim és rangjaim. Talán a lényegi az a Széchenyi Díjas Fizikus Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Ötös Egyetem címzetes egyetemi tanára. Tehát én hallgatok mindenféle dologra, professzor úr, akadémikus úr, főigazgató úr, de leginkább azt kedvelem, hogy Laci. Tehát maradjunk annyiba, hogy valami csillagász, aki mindenféle adminisztrációval foglalkozik mostanában. Azért azt gondolnám, hogy ennél, ennél tehát nagyon nagyon kedves, hogy ilyen szerényen mondod ezt az egészet, de hogy hallottam én már egyébként nem egy podcastot meg előadást veled, és, és azért ez nyilván a szerénység az Na jó, értjük. Egy kicsit akkor viszont történészkedjünk. Odáig tiszta, hogy már az ősember is látta a holdat, meg a csillagokat, és már az egyiptomiak számolgattak is, de hogy hogy kezdődött az egész univerzumunk megismerése? Hát nézd, az biztos, hogy a legősibb mesterség az az asztrológia, hiszen az uralkodók mindig is szerették volna megismerni a jövőt, és valahogy az emberi lélek rezonál a csillagos égbolttal. Mindmáig el lehet azt mondani, hogy ha kimész a városokból, lakott településekből, fölnézel egy holdmentes sötét éjszakán, és tátva marad a szád. Nem csak azért, mert fölfelé nézve az ember száj automatikusan nyitva kinyílik, és úgy marad, hanem mert ténylegesen van valami gyönyörűség az emberi lélekkel rezonáló módon a csillagos égnek, amire egyszer reagálunk. És az életünk sokkal fontosabb szempontot hadd mondjak, alapvetően az életünket periódusok határozzák meg a napi periódus, a heti periódus, a havi periódus, az különösen fontos tud lenni néha, az éves periódus, és aztán meghalunk. Na most ezeknek mindegyikénél a természetes elemi mérce az valamilyen csillagászati jelenség. A föld forgása egy nap alatt, azért látjuk fölkelni a nagy fehéret minden reggel keleten, mert a föld forog. Azért változnak a csillagképek az égen, mert a föld kering a nap körül, és ezt nagyon korán fölismerték, ám a régiek, ugye tényleg ez a nagyon elcsépelt fordulat, hogy már a régi görögök is. Eratosztenész, Arisztarkosz idejében, tehát 2000 évvel ezelőtt, több mint 2000 évvel ezelőtt, az ókori görög gondolkodók pontosan tudták, hogy a Föld az egy gömb alakú valami, mert értették, hogy a nap, nap, és hold fogyatkozások kora, nap, föld és a hold különböző konfigurációba kerülhet ugye egymás közé, ugye, ugye úgy van, hogyha a nap és a hold közé kerül a, a, föld, akkor van a holdfogyatkozás, ha hold bekerül a föld és a nap közé, akkor van a napfogyatkozás, ha pedig a kettő közé bekerül a nap, akkor van az is. Ugye ez egy angol jobban megy, mert az egy szóvic, hogy lunar eclipse, solar Tehát a lényeg az, hogy pontosan értették, hogy holdfogyatkozás, a föld árnyéka vetül rá a holdunkra, az égi kísérőre, aminek az árnyék vonalát értették, hogy ez egy körív, és minden egyes holdfogyatkozáskor Körív a földünk árnyéka, és egyetlen egy test van, aminek minden irányból kör alakú az árnyék vonala, az a gömb. Tehát az, hogy a Föld egy gömb alakú valami, Azt hogy a hajó, amikor távolodik tőlünk a tengeren, először az alja tűnik el, és az árboz teteje a legutolsó, amit még a hullámok látszólag elnyelnek, az is pontosan mutatja, hogy a Föld az egy ilyen hajló valami, tehát nem sík alakú. Ezt nagyon korán felismerték már a régiek, és igen, egész konkrét méréseket is végeztek. 2000 éve ezelőtt, hogy mekkora a Földünk ugye néznek a mérés, azok hogy arról szóltak, hogy a akkori egyiptomi görög birodalomba, Assuán, az a mai a Szienában, a mai Assuánban észrevette, a nyári napfordulókról besüt a nap a kútba. Tehát a nap az pontosan a feje fölött nem volt árnyéka, belesütött a kutakba a nap. Ugyanaz nap másik évben, Alexandriában, ugye a földközi tenger egyiptomi partján, pedig hát volt valami árnyéka a botoknak, és akkor szépen megmérte, hogy milyen messze van egymástól Asszúán, és, vagy hát Széna és Alexandria, és aztán abból, hogy mekkora szök különbség van a nap belsési, napsugarának a belsési irányába abból kijött az, hogy a 52 de a föld teljes kerületének, ugye a Alexandria és Asszúán távolsága. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy nagyon egyszerű elemi geometriákkal nem kell ezt túlspilázni, mert már a hallgatók rég elvesztették a fonalat, tehát már a régi görögök is értették, hogy szögméréssel hogyan lehet kideríteni azt, hogy mekkora a földünk. Holdfogyatkozásokkal és napfogyatkozásokkal ki tudták ókumulálni azt, hogy milyen messze van a földtől a hold. És még azt is, hogy milyen messze van a nap, húszszszor messzebb, mint a hold. Ez a valóságban 400 messzebb van, de az akkori pontossága ez is bámulatos. Tehát fölismerték azt, hogy a föld, hold, nap, ez egy ilyen távolsági sorrend, ők a csillagokkal nem tudtak mit kezdeni, ők azt mondták, hogy azok mit tudja, az hogy angyalkák néznek le ránk, és a szemük, ezért aztán általában a csillagokkal nem foglalkoztak, az valami nagyon messzi dolog, de a bolygókat, vagy a hold nap mellett ugye öt klasszikus bolygó, ugye a Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, ezek így együtt heten adták ki, hogy a nappal és a holdal a klasszikus bolygókat, ezeknek a távolság skáláját, valójában a relatív skáláját pontosan értették. Tehát ez egy 2000 éves tudás, amit aztán egy Tolemaios nevű fickó teljesen átírt, azt mondta, hogy nem, nem így van, és aztán 1500 év sötétség érkezett el, és akkor kellett ugye Kopernikus Keplerre és Galileire visszatérni, vagy hát föl elindítani a, a modern csillagászatot. De már ezek ők ismerték ezt. De bocsánat, ők azt is tudták már, hogy ez egy heliocentrikus uh, világ. Arisztarkoznak heliocentrikus volt a világképe. Persze, ah. pontosan tudta, hogy a nap körül keringünk, tehát nem kellett a nagyon mert ez az nem mér, azt úgy hát ha messzebb van, és akkor mi akkor, akkor, akkor mi forgunk. Uh -huh. Tehát ezeket hogy mondjam, tehát egy természethez közelebb élő ember ezeket valójában megértheti, megérti az árnyékjelenséget, itt a földön is a légkör jelenséget, kicsit extrapolál, ezt meg tudja érteni, és egyébként az, hogy a régen a csillagászoknak a hatása mekkora volt, azon azért hadd mérjük már le, hogy a hét nevű időegységünk. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Jó dolgunk van, mint erdőn a madárnak. Ez valójában onnan származik, hogy a hét klasszikus bolygó. Aha. Nap, Igen. Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. És hát a bizonyos hát idegen nyelveken, meg... ugye, Thursday, a Tor, Isten, ugye, a bolygó, ugye, Saturnus, ugye, Saturday, Így föl van. lehet ismerni, ugye, a Tor az ugye a Jupiternek a megfelelője az északi skandináv mitológiákban. Tehát valójában a bolygókat reprezentálják a hét napja is. Igen. És az, hogy a 60-as számrendszert használjuk. Perc, 60 másodperc. Egy óra, 60 perc ugye 24 órára osztjuk a napot, ezek mind-mind azok a régi csillagászati megfigyelésekből származnak, mert ugye a teljes kör az ugye 360 fok, és ugye 365 nap alatt megyünk körbe a nap körül, ezek mind-mind szorosan bele vannak így drótozva a csillagászati klasszikus távcső nélküli, pusztán csak az égboltot éveken keresztül hát követő megfigyelésekbe, és mindmáig használják ezeket. Tehát könyörgöm, az, hogy 24 óra, 60 perc, 60 másodperc, ezek 5000 éves mértékegységek a babiloniakhoz, a 60-as számlendszerhez visszavezette ezt. A babilóniak találták ki, még a görögök előtt is. Némely csillagképek, az elnevezése, a halak, oroszlán, a vízöntő, azok, azoknak mind visszavezethetők egészen a babilóniakig. 5000 éves dolgokat tovább élt a dolog. Ezért mondom, azért kezdtem ezt azzal, hogy a legősibb mesterség az nem az, amire esetleg gondolt a hallgató, hanem az asztrológus. Ugye akkoriban a csillag jóslás és a csillagászat, mint tudomány nem vált külön. Hát még Kepler is a megélhetés kedvére 17. század első évtizedében írt horoszkópokat a szponzor uralkodójának hogy dága császár uram, majd akkor ez meg az meg amaz fog történni. Hát ő neki az szerintem megélhetés volt, és kevésbé a meggyőződés, de azért a csillagászat onnantól kezdve, hogy Galilei az égbolt felé fordította a távcsövét, onnantól kezdve levált az asztrológiáról. Igen. Tehát az asztronómia a csillagászat tudománya, az asztrológia az a horoszkóp írásnak a tudománya, vagy hát inkább a, a csillagjóslásnak a leginkább én babonának nevezném hát egy gyakorlata. Igen, ezt a tudományt én is megkérdeztem volna. Hát ehhez képest, hogyha elugrunk a mába, akkor elég messzire jutottunk. De egyébként elég messzire jutottunk, tehát hogy hol tartunk most eh, ahhoz képest, amit a Földről is meg lehetett figyelni. Eljutottunk valameddig. Van már szondánk, ami kiment a naprendszeren túlra. Nézd, szerintem válaszok legalább két részre. A dolgot ugye azt szokták mondani, hogy há háromféle ember van, Ugye van, aki tud számolni, még van, aki nem tud számolni. <laughs> Ugye válasszuk szét a, a, kérdé... a, kérdés, adható választ két, két, fő irányba. Hova jutott el ember készítette eszköz? Ez szerintem egy fontos mérföldkő, hogyha ezt jó megnézzük. Már csak azért is, hogy fölfogjuk, hogy mekkora szakadék szélén bámulunk bele a csillagok világának ásítósötétségébe. Ugye a hold az tőlünk 1,3 fény másodpercre van. Most, amikor beszélünk, ma reggel indult el az Artemis 1, az emberiség visszatérését szimbolizáló holdrakét az égi kísérőnk felé. 25 napig fog működni, december 11-én fog visszaplacsolni a Csendes Óceánba. A holdra eljutottunk, ember is jutott el, távolabb ember a holdig jutott el. Az 400 400.000 km tőlünk, 1,3 fény másodperc. Mi ugye a naptól 8 fénypercre vagyunk. Tehát amikor a csillagászati távolságról, vagy a csillagászati léptékekről beszélünk, óhatatlanul el kell szakadnunk a számok, vagy a kilométer, mérföld, ilyen mértékegységtől, mert annyira nagy számokkal kéne operálni, nem lehet fölfogni, mert azt mondom, hogy 300 milliárd, az forintba elég sok, dollárba még több, kilométerben még a se visz ki. Tehát másképp kell a távolságot megfogni, és akkor jutunk ide a fényidőhöz. A fény az nagy sebességgel alatt, 3000 km szekundumonként, tehát más percenként, tehát akkor a fényidőben mondom, 8 fényperce van tőlünk a nap, 1,3 fényperce van tőlünk a hold. Ember készítette eszköz legtávolabbra a Voyager 1-2. Szondák jutottak, ezek 77-ben indultak, most volt a 45 éves évfordulójuk, 2022. augusztusban és szeptemberbe ezek egy olyan sonda párost jelentenek, amelyek a Jupiterig Saturnusig kvázi egy úton mentek el, aztán az egyik, a Voyager 2-es, az ment az Uranuszhoz és a Neptunuszhoz, a másik pedig repül ki egy másik irányba. Ezek azok, amelyek mind máig működnek. A Pioneer szondák szintén ott a 70 es években indultak, el, azok már nem működnek. Tehát az, ami még most is működik, legtávolabb 18, majdnem 19, illetve 21 fényórára tőlünk a Voyager 1 és a Voyager 2. Gyorsan, hadd vessek annyit közben, hogy amikor ők szétváltak, azt, a, azt, azt hogy irányították? Odáig már akkor el lehetett Nem, nem, ezek font... mind autonóm módon történtek, tehát előre le, leprogramozott módon. Amúgy nem együtt mentek, mert néhány hét különbsége. A Voyager 1 indult később, tehát hasonló nyomvonalat követtek, csak aztán a Voyager 2-nél volt egy olyan szerencsés együttállás, hogy 77-79 Jupiter Saturnus, utána 86 Uranus, 89 Neptunus, a négy nagy külső gázbolygót mind végig tudta látni. Egy röppája, uh -huh. enyhén, folyamatosan, de mégis csak enyhén módosuló röppája mentén. A Voyager egy ehhez képest csak ment a Jupiter le Saturnus, és aztán kifelé cső. Na, a lényeg az, hogy csillagász ide pontosága 19 meg a 21 fényóra, azt mondhatjuk úgy, hogy egy fény nap. Mert 24 meg 21, az már mindegy, az már szinte mindegy. Kéve, hogyha a bótba kő 24 ezer vagy 21 ezer 24 et és nincs nálad, akkor azért általában el szoktak zavarni. Csillagászati pontosság, ez egy fénynap. Na most azt mondjuk, hogy egy fénynapra eljutottunk 45 év alatt. Ez a legtávolabb, ahol még működő eszközünk van. Hát vagy tízezer év alatt, ha úgy vesszük. Hát, hát az úgy, hogy, tehát a föllövéstől számítva, a, föllöv, a fölbocsátástól számítva 45 év alatt. Egy fénynap. A legközelebbi csillag, a Proxima Centauri, Magyarországon sajnos nem látszik, a délégen a délkeresztje Centaurus csillagkép, és akkor Alpha Centauri mellett nem egy-két fokkal az égen, de maga az alfa Centauri is ugye tartalmazza ezt a rendszert. Az alfa Centauri, A, B, meg a proxima, az egy hármas csillag. Uh -huh. Annak a hármasnak a hozzánk legközelebb eső tagja ez a proxima, egy vörös törpe csillag, uh -huh. nem tiltott önkényuralmi jelkép, hanem mindösszesen a napunál sokkal hűvösebb és sokkal törpébb ilyen hát vörös csillag. 4 és 1 fényév. Ugye 4 és 1/4 fényév az ugye ránnézése nagyjából 1600 fénynap. Tehát 45 év alatt jutottunk el egy fénynapra, a legközelebbi csillag 1600 fénynapra van. Ezzel a jelenlegi technológiánkkal, ami van, legalább olyan 60 ezer év, mire eljutnánk a legközelebbi csillagig. Tehát ténylegesen egy gigantikus szakadék szélén. Ott tényleg úgy belebámolunk, hogy ott arra, ott, ott arra, ha mennénk még 40 ezer évet, akkor találnánk egy darab vörös törpét. És akkor még hol van a következő csillag? És a következő a csillagoknak a tipikus távolság, így amit rendszerünkön belül, ami egy ilyen nagy galaxis, uh -huh. 100 ezer fényév átmérő, az a néhány fényév. Vannak nagyon sűrű régiók, csillaghalmazok, amelyeknek a magiában, egy gömbhalmaz magiában, több száz telihold fényességű csillag ragyogna az egünkön, mert sokkal közelebb vannak, mint egy fény Néhány fény hónapnyira lennének tőlünk csillagok, uh -huh. és akkor soha nem látnánk a világban semmit. Szóval a lényeg az, hogy hogy. hogy a tudással el tudunk jutni az univerzum pereméig is. Konkrét fizikai eszközzel, még csak a naprendszernek a, azt a részét tudtuk elhagyni, ahol a napnak a mágneses tere, ezt helioszférának hívják, de um, hát fölülmúl minden mást. Tehát most már a Voyager 1, Voyager 2 túljutottak azon a rétegen, amin túl már a kozmikus térből érkező kozmikus részecskék uralják, az űrt, a világűrt, nem is valami nem üres. Ugye a naprendszeren belül, a nap helioszféráján belül a napmágneses tér irányítja a töltött részecskék mozgását, ha abból kimész, onnantól kezdve csak amik úgy így a csillagközi térben. Uh -huh. Szóval a lényeg az, hogy, hogy a távcsöveinkkel, távészleléssel tudunk mondjuk így mélyűri vizsgálatokat végezni, tehát oda nem tudunk menni, a legközelebbi csillagig sem tudunk még elmenni jó pár ezer évig, vagy hát a feleség tudja, jó pár száz évig, vagy pár évtizedig, attól függ, hogy milyen ütemben fog a technológiánk fejlődni, és mennyire leszünk képesek nagyon. önmagunkat túlélésre rávenni, mert most jelenleg nem úgy tűnik, hogy az emberiség szeretne túlélni nagyon hosszú időt még. Szóval a lényeg az, hogy minden más, onnantól kezdve az távérzékelés, távészlelés, távcsöveinkkel a beérkező sugárzásokat, részecskéket, gravitációs hullámokat, az egy nagyon új, új dolog ugye 2015 óta, tehát nem csak elektromágneses hullámokat, hanem nem csak neutrínókat, mint részecskéket, hanem még a tér görgületének a finom fodrozódásait is tudjuk detektálni. Na szóval ezeket hírvívőként használva tudjuk földeríteni azt, hogy mi van tőlünk mondjuk egy milliárd fényére. 10 uh -huh. milliárd fényévre és az ultimate ugye, a limit, a legvégső határa, az a nagyjából 13,8 milliárd évnyi visszatekintés. Na ezt akartam pont kérdezni, hogy egyébként meddig látunk el? A legtávolabbi fotonok, tehát jelenleg ezt fotonokkal lehet elérni, tehát elektromágneses hullámokkal, ezek nem látható fénysugarak, hanem a mikrohullámú rádiósugárzás tartományába esnek. Egészen a ősrobbanásunk, ugye a kozmológiai elméleteink szerint a világegyetemünket kvázi megteremtő, egykori nagyon sűrű, nagyon forró állapotból egy ilyen hirtelen elinduló tágulás, ugye ez az, az ősrobbanás, ennek a pillanatától eltelt, 380 ezer évig onnantól származó elektromágneses sugárzást látjuk. Ez a mikrohullámú háttérsugárzás. Bármelyik irányba fordítjuk a rádiótávcsöveket, olyan nagyjából 2,7 Kelvinnek megfelelő mint hogy a és sugárzás lenne, tehát mert a testek a hőmérséket közvetlenül sugároznak, egy nagyon hideg testnek megfelelő. Ez valójában annak az állapotnak a vízfénye, amikor a kozmoszunkat kitöltő forró anyag a tágulással párhuzamosan annyira lehűlt, hogy a sugárzás számára átlátszóvá vált a plazma. Egészen uh -huh. addig annyira forró volt az egész, hogy a fotonok nem voltak képesek elhagyni az anyagot, nem tudtak leszakadni egymásról, de amikor egy ilyen nagyjából 3000 fokra lehűlt az egész uh -huh. univerzumot kitöltő plazma, akkor hirtelen az anyag és az elektromágnes sugárzás úgy, úgy, úgy szoktuk hívni szakszóval, lecsantolódtak egymásról, és akkor fotónak elkezdtek össze röpködni. Na, arról a térrészekről, amelyekről most ér ide hozzánk, 13,8 milliárd évvel később a fény, azok képezik a minden irányból bejutó minden irányból beérkező mikrohullámú háttérsugárzást. Ezt ráadó csillagászok 65-ben fedezték föl, és két fizikai Nobel-díjat is kaptak különböző csillagászok ennek a vizsgálatáért. Na hát erre lehet ugye azt mondani, hogy tulajdonképpen mindenkinek van időgépe, hiszen csak fel kell nézni az égre, <laughs> és mindjárt. Én a Schwabnyi csillagvizsgálóból jöttem, ami egy nagyon jó kis bemutató csillagvizsgálót. A látogatóknál ezt lehet látni, érezni, ez egy mindig visszatérő kérdés, hogy mi hogy tudjuk azt földolgozni, hogy a múltat látjuk? Hát mondom, én ezzel nem szoktam törődni. Tehát a megfigyelő csillagás szemszögéből az események most történnek. Amikor fölrobban egy csillag két milliárd fényév távolságban, mostanában voltak erre nagyon szép és látványos példák, annak a fénye jön ide felénk, most ér ide, az nekünk megfigyelési szempontból most történik. Én nem gondolok bele, hogy az két milliárd éves múlt is, hogy ott most ma már mi van. Hát az engem nem érdekel, az úgyse tudom megtudni. Én azt tudom megtudni, ami most éppen információ ideér hozzám, és ebből próbálom meg földeríteni az égi jelenségek fizikai összefüggését. És hát ebből a szempontból, hogy milyen fizika irányítja egy csillagnak a halálát, tök mindegy hogy egy milliárd fényére van, vagy két milliárd fényére, vagy 1,5 milliárd fényére, mert nem ez határozza meg. Hál' Istennek egyébként a fizikát. Nem lehet kikerülni itt viszont az abszolút laikus kérdés, de tényleg én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy szakértő mit mond, amikor, amikor felmerül az a tényleg laikus kérdés, hogy oké, okay, de mi volt előtte, honnan tágul ez, hova, mi van kívüle, erre gondolok, tehát hogy milyen gondolat? Ez nem laikus kérdés, ez egy filozófikus kérdés. Amire a fizikának, bocsánat, nincs válasza. Tehát a mai ismereteink határa, az valahol ott ér véget, hogy elkezdjük látni magunkat, mint táguló univerzumot. Az, hogy az miért, hogyan volt-e valami előtte, vagy esetleg egy ciklikus módon, már egy ciklus lehúzott a szigorított 15 milliárd évbe, és aztán visszaesett, vagy 150 milliárd évbe, és aztán visszaesett magába, és aztán megint kezdte előre. Ezt jelenleg néhány elméleti fizikus vizsgálja, de valójában megfigyelésekkel teljesen elérhetetlen terület. Tehát én a megfigyelt csillagás szemszögéből azt mondom, hogy nekem az időtengely, az most kezdődik, és uh -huh. nézek visszafelé. És egyre távolabb nézek, és egyre inkább a múltat. Tehát most van egy határ, ahonnan túlról hozzám már nem jut el információ. Ugye a és sugarak szempontjából ez a. A nagyjából 1100-as vörös előtudás, ez, most, ez most egy káromkodás, tehát az, amit a mikrohullámú háttérsugárzásként látok, az a határ, ahonnan elkezdtem látni a elektromágneses sugárokat, a fényt, ha úgy tetszik. Van még egy esély áttörni, egy kicsit még közelebb kerülni az ősrobbanáshoz, a gravitációs hullámok. Jövőbeli detektálásával. Jelenleg a Föld felszínén, amik működnek, azok erre nem képesek, de a világűrbe telepített Liza lézeres űr gravitációs hullám observatórium, vagy hát antenna, az a 30-as évek, 2030-as, nem a 2130-as, tehát a következő évtized közepére, azok képesek lesznek legalább nyomokban detektálni azokat a téridő fodrozódásokat, amit az hoz létre, hogy az elején hirtelen elkezd gyorsulni az egész univerzumnak az anyag, elkezd tágulni, és az gerjeszt valamilyen gravitációs hullám hátteret. Na, az kicsit közelebb fog vinni a nagy kezdő pillanathoz, amikor a tér, az idő és az anyag úgy még egybe volt az egész. Ugye a kapcsolat, ugye ez jól ismert vicc, a tér, az idő és a tömeg között az összefüggés, hogy ha jó az idő, nagy a tömeg a téren. Ugye a a fizikusok azok ugye próbálják a tér energiát, azt, meg az anyagot. Az anyag az megvan. Azt Einstein MC nézett, szép. Értjük. Az idő de a, a, igen, az, 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 az érthető. A az érthető, Hogy az idő hogyan jelenik meg, na azok már filozófusokat is roppant módon gerjesztő kérdések. És mindezt az egészet hogyan tudjuk egyberakni egy elméletté, az a jelenlegi fizika határait feszegeti. Én nem tudom, hogy ebben az irányba jó-e, hogy elmegyek, de azért megpróbálok. Azt kell érteni, hogy a természetünkben van négy kölcsönhatás. Elektromágneses, ebből lesz a fény. Mágneseket ott egymással húzogatjuk, és akkor ott taszítják, még vonzák. Elektromágneses kölcsönhatás. Az atomokon belül van két másik gyökeresen eltérő kölcsönhatás, van egy gyönge kölcsönhatás, ami azt vezérli, hogy a neutronnak nevezett elemi részecske hogyan bomlik szét protonra, elektronra, meg egy neutrínóra. Tehát az atommagokban található protonok és neutronok közül a neutron önmagába állva szabadon talán 12 perc alatt lebomlik. Fele, 12 perc feleségével lebomlik. <laughs> Ezt egy olyan kölcsönhatás okozza, ami elemi részecskék között lép föl, gyönge kölcsönhatásnak hívják. Van egy olyan kölcsönhatás, ami az atommagokat tartja össze. Ezt hívják erős kölcsönhatásnak. Ugye egy atommagban, ha az nem hidrogén atommag, vagy egy darab proton van, hanem van több proton, a protonok, ugye mind pozitív töltésű részértségek, ezek taszítják egymást, mint az állat az elektromágneses kölcsönhatásnak összete. Mégis miért maradnak egybe egy atommagon belül? Azért, mert azon a rövid szakaszon, rövid távon egy atommag belsejében az erősnek nevezett kölcsönhatás lenyomja az elektromágneses taszítást. Uh -huh. Tehát elektromágneses gyönge és erős. Ezekre az elméleti fizikusok a 20. századra kidolgoztak kvantum elméleteket ami arról szól, nagyon konyhanyelven, nagyon laikusként megformáz a dolgokat, hogy a kölcsönhatásokat valamiféle részecskék kicserélése, részecskéken közvetítésével történik, ugye a elektromágneses kölcsönhatást a fotonoknak nevezett részecskék hát kicserélése közvetíti, és ezek mind-mind arról szólnak, a kvantum szó az egy alapegység, az arról szól, hogy az a típusú két anyagdarabka közötti összjáték vagy kölcsönhatás az elemi egységekből épül fel. A fény, ez a folytonos színes fény, amit ha fölbontunk egy prizmával, akkor kapunk egy ö, szivárványt, amit nem kell semmiféle propagandaszínnek gondolni, szóval az igazából egy parányi egységekből, kvantumokból, fénykvantumokból áll össze. Na a lényeg, ami lényeg, három kölcsönhatás, mind kvantumos. A gravitáció ami az egész univerzumunk léptékén domináns, meghatározza a struktúráknak a fejlődését, hogy hogyan csomósodtak össze a galaxisok, azokon belül a, a csillagok, a csillagok körül a bolygók. Hát mi köztünk is működik a gravitációs vonzás, ez egy nagyon gyönge kölcsönhatás a többivel képest de kozmikus méretskálákon ez uralkodik. Mert a elektromágnes is kiejti magát, mert pozitív-negatív töltések kiegyenlítik egymást, a gyönge meg az erős, tehát atomagokon és atomokon belül működő kölcsötások még nagy nincs nagy hatótávolság. A gravitáció az, ami. És a gravitációnak mindmáig a legjobb elmélet az Einstein-féle általános relativitás elmélet. És ez nem kvantumos elmélet és ez a fizikusoknak, a, elméleti fizikusoknak a szép érzékét piszkálja. Mert ők szeretnék az összes természetben föllépő kölcsönhatást, hogy két anyagdarab között milyen típusú együttműködés, vagy távolról érzett dolog létezik, szeretnék hasonló módon fölépíteni. De a helyzet az, hogy az Einsteini általános relativitás elmélet, egy klasszikus térelmélet, azt mondja, hogy van tömeg, van energia, és ez a kettő együtt elgörbíti a teret a tér görbülete pedig megmondja az anyagnak és az energiának, hogy hogyan mozogjon. Az Einsteini tér egyenletek egy zseniális, nagyon szép formalizmussal levezethető vég egyenleténél a bal oldalon a tér geometriáját jellemző, nagyon komplikált matematikai dolgok vannak, betűk, indexek, mindenfélek, a jobb oldalon pedig a tömeg és az energia. Tehát fizika az egyik oldalon, és térgörbület a másik oldalon. És ebben nincs sehol helye a kvantumosság. Uh -huh. És ez nagyon piszkálja az elméleti fizikusok csőrét, mert a nagy egyesített elméletek egy ilyen, nagy egyesített elmélete a fizikai az egy szent grálként lebeg a szemük előtt 60-70 éve, és ezt nem sikerül elérni. És igazából mindenki azt mondja, hogy ehhez ért, én nem értek ez, én csak mesélek róla a mindenki, aki ehhez ért, azt mondja, hogy az univerzumunk eredetét akkor lehetne megérteni, ha sikerülne akár a gravitációt is kvantumelmélettel leírni, ami nagyon nagy sűrűségén, nagyon nagy energiákon, ott, ahol az univerzum az kezdet-kezdetén volt, átalakul valami olyasmivé, mint ami a elemi részecskék között föllép, és aztán, amikor kitága az egész hóbelevanc, átmegy az Einstein-i általános mint ilyen, ilyen aszimptótikus ilyen végeredmény, aminek aztán végeredmény a newtoni fizika. Na most ez ilyen még nincsen, ilyen elmélet. Tehát ezért mondom azt, hogy ez még a jelenlegi tudásunk határain túl van, és erről azért nehéz érthetően beszélni, és szerintem a hallgatók fele már rég lelépett. Nem hinnem azért nehéz erről beszélni, mert nagyon magas fokú matematika nélkül még lövése az emberek arra, hogy miről beszél ez a figura. Szóval ezért nehéz erről. Bár már most azt ö, ugye nyilván ki lehet jelenteni, hogy azt biztosan nem tudjuk megmondani százalékban, hogy az összes létező tudásnak most az egy vagy a fél, vagy az akár egy hiszen nem tudjuk mi az összes. De Hogyha egy olyan példát próbálunk hozni a konkrét fizikai kiterjedés szempontjából az univerzumnál, hogy mi egy hangya vagyunk, aki él egy háznak a, nem tudom, a konyhájának a sarkában, akkor abban a léptékben, hogy az egész univerzum nagyjából mekkora, azt ugye körülbelül értjük, mennyi részét tudtuk már valamennyire is feltérképezni? Hát amit mi belátunk, azt lényegében elég jól feltérképeztük. Most jelenleg ebben az évtizedben elindulnak olyan égbolt felmérő programok, amik a látható fény tartományában lényegében mindent rögzíteni fognak digitális képrögzítő eszközökkel, hát azt mondanám, hogy olyan 10 milliárd fényéves távolságomból, uh -huh. tehát egy teljes, ha úgy tetszik, háromdimenziós térkép fog készülni az egész univerzumról, ezt egy csilei szuperteleszkóp, a Large Synoptic Survey Telescope ként kezdetben hívott, ma pedig már Legacy Survey in Space and Time, de ugyanaz a rövidítés, LSST fogja megcsinálni, 8 méteres céltávcső, ami azt fogja csinálni, hogy tíz éven keresztül folyamatos működéssel az egész csilléből látszó eget nagyon nagy határfényességgel három naponta az egész eget lefényképezve fölméri. És tíz éven keresztül, ha minden képet összeadunk, akkor a legvégén lesz egy olyan nagy határfényességű színes kép az egész univerzumról, aminek tényleg a legvégső pereme az olyan néhány, 6-8-10 milliárd fényével lesz. Uh -huh. Közben ugye idén elindult a James Webb űrteleszkóp. Hát 21. legvégén, 22. elején, 22. közepe óta működik folyamatosan. Az nagyjából az ősrobbanás utáni 200 millióodik évig lát vissza. A Hubble űrtávcső, ami már 32 éve működik, és amikor most beszélgetünk, előtte három nappal volt az a nevezetes időpont, hogy a Hubble űrtávcső több időt működött, mint amennyi idő eltelt a Sputnik 1-től a Hubble űrtávcső fölbocsátásig. Mm -hmm. A Hubble űrtávcső az a űrkorszak több mint felében már működött. Szóval azt a Hubble űrtávcső az ősrobbanás utáni fél milliárd, fél milliárd évig lát vissza. Tehát a 13,8 milliárd év ezelőtt történt az ősrobbanás, akkor 13,3 milliárd évig lát vissza. A Hubble ehhez még 200 millió évet, 300 millió évet még hozzárak a James Webb, de az viszont nem lesz képes föltérképezni az egészet, Az majd célzottan, ugye ilyen mélyfúrásokat végez különböző irányokban. Mm -hmm. Tehát igazából azt mondanám, hogy a számunkra érdekes univerzumnak a nagy részét tulajdonképpen már most is rögzítettük. A legközelebbi egy-két milliárd fényében belül gyakorlatilag már mindent a galaxisok szintjén ugye ismerünk. Azt, hogy a galaxisokban mindegyikben van külön 100 milliárd csillag, azt most ne fértassuk már, hiszen azokat nem mindegyiket ismerjük egyáltalán. Persze. Hát még a mi rendszerünkön is belül is én azt mondom, hogy most a európai űrügynökség Gája nevű űrobservatóriumának amelynek a tudományos kollaborációja éppen most novemberben kapott meg egy Lorenz, nem csak Sima Berkeley díjat, egy amerikai csillagászi társaságtól, az például két milliárd csillagig jutott el a mi rendszerünkbe. Tehát a mi ami egy ilyen csillagváros, aminek a nap az egyik törpecsillag a másik százmilliárdból, ennek a föltér képezése jelenleg ott tart, hogy a két milliárd csillagot a százból. 100%. Tehát 98 még nincsen? Igen. Hát igen. azért van még mit itt a közelben is kapni. Egyébként, a érdekes, ma egy kommentet olvastam, hogy egyáltalán nem csillagászati témában írt valaki egy ilyesmit, hogy állítólag az univerzum teljes életszakaszához képest még a 8%-as sem született meg azoknak a nem tudom bolygóknak, meg napoknak, meg mindennek, ami fog majd a teljes életciklusban. Ez, ez teljes hülyeség? Ez... ez nem teljes hülyeség. Hát ugye van, hogy a, a, a csillagok kémiai fejlődés az olyan, hogy ilyen ciklikusan történik a dolog, kezdetben az ősrobbanásnál hidrogén és hélium keletkezett, egy parányi hangyafülnyi hangya lítium, berillium és bor, aztán azok elbomlottak, radioaktívak voltak, és a hidrogénből és a héliumból álltak össze az első csillag, a legelső csillag. A legelső, legnagyobb tömegű csillag, ez egy tényleg a modell elméleti számítások szerint akár több száz, vagy akár ezer nap tömegű gigászok is lehettek, ezek nagyon gyorsan átjutottak egy olyan fázison, hogy letermeltek a belsejükben fúziós reakciókon keresztül nehezebb elemeket, aztán felrobbantak szupernováként, beszennyezték az általuk letermelt nehéz elemekkel a csillagközi anyagot, és akkor elindult egy újabb csillaggeneráció, amiben uh -huh. megszülettek kis-tömegű csillagok, nagy-tömegű csillagok, a nagy-tömegű csillagok szupernovaként fölrobbannak, a kis-tömegű csillagok másmilyen módon haláloznak el, de mindegyikük megteszi a saját szennyező hatását a csillagközi térben még ott marad hidrogén és héliumra. Ugye a mi napunk az a másodiknak nevezett generáció, egyes populáció, de csak azért, mert a csillagászokon hülyén neveznek e dolgokat. A második az első, az első a második. Szóval mi már egy fiatalabb csillaggenerációhoz tartozunk, négy és fél milliárd éve létezünk. Ugye az én anyagom, az én nagyjából 100 kilós testemben a leggyakori, legnagyobb tömeg százalékban oxigén van, ha jól emlékszem, talán 65 kiló és az összes többi, az csak ezután jön. Az oxigén, az csillagok magjába születik. Tehát én, a, gyere, én a csillagok gyermeke, vagy, te is egyébként a csillagok gyermeke, vagy. minden, ami a hidrogénnél nehezebb és benned van, az, az a csillagok magjába keletkezett. Szóval a lényeg az, hogy 4,5 milliárd éve ezelőtt már az addigi csillagok robbanásai, meg más módon történő elhalálási beszennyezték azt a felhőt, amiben a mi naprendszerünk keletkezett, és akkor az összes nehéz elem, ugye a Földünkön nehéz elemek, ugye sziklás, ugye bukőzet, bolygó, ebből jöttek létre a mi napunk is majd egy ilyen 5 milliárd múlva meg fog halni, Fölös óriásság fölfúvódik, ledobja az anyagokat, amiket letermelt magába, és akkor az újabb generációnak ad már megint szennyezést. Ezek a ciklusok, ezek ténylegesen mennek. Én azt gondolom, hogy a ilyen, hát két-három, kettő-három ciklus zajlott le az ősrobbanás óta, hogy mennyire lesz még lehetőség az univerzumban, ezen lehet most egy héten elgondolkozni, és azt mondom, hogy legalább két-három még biztosan lesz. Mert hát igazából folyamatosan öregszenek, öregszenek a galaxisok, uh -huh. fogy a hidrogén, fogy a hélium, azért még elég sok van. Most is látunk születőben lévő csillagokat itt a tejöt rendszeren belül, hogy az orionköt, például a híres orionköt, vagy a Sas sasköt, a teremtés oszlopai, most is születnek csillagok. Azok majd a következő generációnak is fognak adni alapanyagot a nehezebb elemekből. Szóval azt, hogy most hány százaléka jött már létre, ami valaha létrejött, ezt szerintem senki nem tudja. Nyilván. De becslés szintjén az biztos, hogy legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk. Értem. Most egy kicsit, hogyha átmegyünk az óriási milliárd éves léptékekből, a 10-20 éves léptékekből, amit még jó esetben meg is fogunk élni. Rengeteg újdonság van most, amikről te is mesélsz. Most indult el, most helyezték üzembe, ugye az előző adásunkban pont a holgyarmatosításáról volt szó, ezt kicsit meg is reklámozom kedves hallgatóinak, aki nem hallotta volna. Ugye ott is kiderült, hogy már 2003 az új űrállomás elkezdi a működését, a hold és föld, vagy ingatod a fejed, de hogy... hogy de legyünk, mindegy... legyünk optimisták. Legyünk optimisták, de hogy egyébként mi várható szerinted a következő mondjuk 20-25 évben, amiről már most lehet tudni, már épül, már csinálják, már ezt várjuk tőle, azt várjuk tőle. Az, ami tuti biztos lesz, az a Liza, a Lézer Interferométeres űrantenna a gravitációs hullámok detektálására. Most például az Európai Ürügynökség nemrégiben, november első hetében közölt döntéseket, tovább engedett e, ilyen kutatócsoportok által beadott koncepciókat részletesebb megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére, közepes űrprogramok számára, űrteleszkópok számára, vagy űrszondák számára, amely a nagyjából fél milliárd euróba kell beleférni, de most az leghamarabb 2037-be fog megvalósulni. Tehát nek, ugye az űrkutatásban a tipikus fejlesztési periódus az 10-20 év. Uh -huh. És már most beszélgetnek arról, hogy újra küldeni szondát a Uranus Neptunuszhoz a 2040-es évek. 2020, 2020 nyarán volt, amikor az Európai űrünökség várta a koncepciókat, hogy 2050-ig mit szeretnénk megvalósítani. Tehát nekünk az űrcsillagászatban érdekelt kutatók számára a horizont az már rég a 2040-es évek, ami azért rémes, mert én 2042-ben leszek 70 éves. Tehát amiért én most lobbizok, az a diákeim diákjainak a diákjainak lesz majd valamikor munkája. Tehát legyünk teljesen őszinték. Amikor valaki az űrbe gondolkozik, akkor erre föl kell készülni, hogy igen, Ugye én nagyon tisztelem azokat, például Bill Borukit, aki a Kepler űrteleszkópnak volt a vezető kutatója, aki végigütte az egészet. 1984-ben, amikor én 12 éves voltam, írt egy cikket arról, hogy hogyan lehetne bolygókat találni más csillagok körül egy űrteleszkóppal. A Názát háromszor próbálta meggyőzni, háromszor elzavarták, aztán negyedszerre sikerült, és aztán 600 millió dollár elköltésével 2009-ben, a eredeti cikkhez képest 25 évvel később elindult a Kepler, és 9 évig működött, és forradalmasította az exoplanet kutatást, meg a csillagok asztrofizikáját. És igazából a Bill Borukit-val utoljára talán 17-18-ban találkoztam valahol, hát egy 70 pluszos úri ember, aki gyakorlatilag az egész életét rátette arra, hogy egy űrteleszkóp megvalósuljon. És vannak, akik ráteszik az egész életüket arra, és a végén aztán fölrobban a rakéta. Hát oké, okay, de lehet, hogy azért még ezzel is többet csinálnak, mint nagyon sokunk. Hát akik... ez jó, az egy másik kérdés. Ugye az ilyen űrcsillagászatról, ha most itt beszélgetünk, azt kell látni, hogy a mi tudományos kérdéseink a nagy közönség számára totálisan érdektelenek. De ahhoz, hogy mi ezeket a kérdéseket megválaszoljuk, technológiát kell fejleszteni, és aztán az a technológia, az bizony néha visszaköszön a hétköznapi életbe is. Tehát mi olyan high-tech ipart fejlesztünk a tudományos kérdésfelvetéseinkkel, amely high-tech ipar aztán, ha ügyes, akkor azt alkalmazhatja máshol is. De azért ne hallgassuk el, hogy nem gondolom azt, hogy nem a legfontosabb kérdés a mi földünknek a jelenlegi állapota, akár a társadalmi viszonyokat tekintve, akár a természeti, környezeti viszonyokat tekintve. Pont a közelmúltban volt egy nagyon érdekes ilyen sajtókiáltvány, aminek az volt az összefoglaló címe, hogy a e század holdra szállása a klímaválság megoldása lehetne. Igen, én egyébként hozzá. Én ennek össze. nagyon erőteljes híve vagyok. Hát gondolom mindannyian egyébként, és pont kettővel ezelőtti adásunk az, az klímáról szólt, és hogy mennyire, mennyire nem figyel az ember egyébként a részletekre átlagemberként, hogy én azt is most nagy örömmel tudtam meg, hogy egyébként, hogyha el tudjuk érni a klímacéljainkat 2050-re, akkor akár még ez meg is fordulhat ez a melegedés. Én ezt pedig nem tudtam, hogy, hogy tényleg van miért küzdeni. Ugye ezt nem tudjuk, a jövő az a dinamikusan változó valami, a ózonjuk az egy nagyon szép példa arra, amikor a tudományos közösség felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy azzal, hogy a halogénezett nem tudom milyen molekulákkal működtetjük a hűtőszekrényeinket, ezzel gyilkoljuk az ózonréteget, és ugye az Antarktisz fölötti ózonjuk, meg az északi irány önmagunkat öltük. Ez ugye ez a 70-es, 80 évek fordulóján vált témává, aztán betiltották ezeket a CFC anyagokat, és aztán mára lényegében nem teljesen tűnt el, de szinte teljesen rekonstruálta magát, regenerálta magát az ózonjuk, vagy hát az ózonréteg ott fönn. Tehát volt már egy példa arra, amikor az emberiség képes volt összefogni arra, hogy már rájött arra, hogy nem akarunk bőrágban mindannyian meghalni az ultraéberi sugárzástól. Kell az a nyomorult ózon. Itt lent méreg, de ott fönt véd minket a napnak az ultraéberi sugárzásától. Tehát volt már erre egy példa. Viszont azt látnunk kell, hogy egyértelmű, ameddig a szénhidrogén alapú energia termelésre alapul a modern gazdaságunk, addig rendkívül nehéz lesz itt bármit is átvinni. És hát igen, hát nem tudom, nagyon nehéz optimistának lenni azt ki, hogy mondjam, nem tudom, tényleg nem, tényleg nem tudok erre mit de mondani. Tehát egyébként pont a kutatásaitok, az az energiatermelés, tehát talán az egyik legfontosabb dolog, ahol ez visszajöhet a hétköznapokba, nem a hétköznapokba, oda a Teflon jön vissza, meg a nem tudom, oda a fok, a, a fi meg a GPS, meg az ilyenek Igen, de hogy mondjuk tényleg az emberiség globális nagy kérdéseiben, hát felteszem, hogy mondjuk az, hogy a fúziós energiatermelés az nyilván a ti kutatásaitok, vagy az elődei kutatásai nélkül nem nagyon. Hát az, az astrofizikusoknak volna. már nagyon sok köze nincsen ehhez. Én azt gondolom, hogy például, amikor a máshol keressük az életre utaló jelek. Na ez is egy fontos kérdés lesz majd. Ugye, amikor olyanokat diszkutálunk, hogy egy másik földhöz hasonló bolygón amely bolygó olyan helyen kering a csillagok körül, mint a mi bolygónk a nap körül, ott létrejött-e élet, és adott esetben rámutatunk arra, hogy jé, tényleg itt is van élet, és akkor esetleg rájövünk arra, hogy az univerzumban az élet minőt felülti a fejét, ahol csak lehet. Vagy teljesen ellentétesen bármennyire is keressük, kutatjuk, mindenütt csak halott bolygók, százait, ezreit mutatjuk ki, vagy élettelen bolygókat mutatunk ki, és akkor rájövünk arra, hogy mennyire, egy kozmikus lottó ötös eredmény az, hogy a mi földünk itt létezik, és hogy tessék már megbecsülni. Lehet, hogy az egész 13,8 milliárd éves univerzum kor alatt mi vagyunk az egyetlen. Szerinted élő. egyébként? Te személyesen mit gondolsz erről? Hát én rendkívül arrogáns, antropocentrikus gondolatnak. A geocentrikus világkép véd, utóvéd harcának tekintem azt, föltételezni, hogy csak mi itt a Földön vagyunk az egyetlen élő bolygó. Valójában nem tudjuk. Tehát a, a konkrét válasz az az, hogy nem tudom. Ez nyilvánvaló. Nem tudom. Mit Hogy én mit hiszek? Mit Ugye? erre szoktam mondani, hogy hinni a templomba kell. Én tudósként szeretném kimutatni azt, hogy van valahol valami. valaminek a nem létét nem tudod. Ez egy filozófiai ellenúdás. Nem tudod bizonyítani. Valaminek a létét tudod bizonyítani. Tehát azért keresünk, kutattunk, hogy rámutassunk arra. Én nagyon optimista vagyok. Én a a síromból is még visszafogok fogok integretni. de holnap majd arra majd gondoljatok, milyen jó lesz, és aztán meghalok. Szóval a lényeg az, hogy én nagyon optimista vagyok, és én azt gondolom személy szerint, vagy abban hiszek, hogy az elmúlt 400 évnek, ha van valamiféle tanulsága, vagy van valamiféle visszatérő mintázata, hogy a azt nyomán azt hittük, hogy a Föld körül kering minden, az volt a geocentrikus világkép. Akkor jött Kopernikus Kepler Galilei, megmutatták, hogy nem a nap körül keringenek a bolygók, a mi Földünk csak egy bolygó a sok közül a nap körül. Aztán megmutatták csillagászok, hogy a fizika mindenütt úgy működik, a 19. században csillagok világában a gravitáció ugyanúgy működik, mint itt a naprendszerben. Aztán 1917-ben egy Harlow Shepley nevű amerikai csillagász megmutatta, hogy a mi csillagunk a nap semmilyen szempontból nem különleges. A tejút rendszerünknek a perem vidékén a közepétű tök messze 30 ezer fényévre teljesen átlagos törpecsillag, de akkor még jöttek az ellenhangok, de bolygók csak itt vannak, hát akkor mi biztosan különlegesek vagyunk. Ugye a Jeans, a híres, neves, hú, azt hiszem, brit asztrofizikus 30-as években, ő még a bolygók keletkezést úgy képzelt el, hogy bolygók akkor keletkeznek, hogyha két csillag egymás közelébe halad el, és megzavarják egymás anyagát, és akkor kialakulnak a bolygók, és azt mondja, hogy ez annyira ritkán következik, be, hogy bolygók szinte tuti biztos, hogy sehol nincsenek. 1995, két svájci csillagász felfedezi az első naphoz hasonló csillagküli bolygót, 2019-ben Nobel-díjat kapnak ezért a felfedezésért. És 2005, ez mennyire most volt? 2022-ben már 5206 exobolygót ismerünk bolygókat más csillagok körül. Mindenütt vannak bolygók. És a legutóbbi becslések azok arról szólnak, hogy a Csillagok körül a lakhatósági zónában keringő földméretű bolygók. Tehát nem túl közel, hogy túl meleg legyen, nem túl távol, hogy túl hideg legyen. Tehát pont a jó helyen keringő, földünkhöz hasonló méretű bolygók száma. Körülbelül 8 milliárd lehet csak itt, amit eljut rendszerünkbe. Tehát igazából most már mára visszajutottunk oda, hogy már a bolygó se különleges a mi naprendszerünk, már a földméretű bolygóban sem különleges, mert milliárd szám vannak odakint földméretű bolygók, de szól akkor az ellenév, de igen, de élet még mindig csak nálunk van. És én ezt látom mintázatként, hogy ez valójában a geocentrikus világképnek a továbbélési kísérlete, és akkor fogjuk ezt föloldani, hogyha találunk másra, legalább még egy helyen. Mert a földön kívüli életnek az időbeli függése, a számszerűség az így néz ki, hogy egy, kettő, végtelen. Mert ha már van mert kettő, akkor onnantól kezdve tudunk valamiféle valószínűséget hozzárendelni, hogy kialakul az élet, főszorozzuk ezt a valószínűséget az összes égítest számával, és kijön egy értelmezhető nagy szám. Igen, de hát ez, amit most mondasz, ez ugye azért is nagyon izgalmas, mert hogy itt tényleg az derül ki, hogy ennek az egész folyamatnak annyira a legelején vagyunk, hogy gyakorlatilag minden a mi életünkben történt, ami az ezzel kapcsolatos felfedezés. Ez hát, elmúlt 30, egy 90. exponenciális fejlődési görbének egy nagyon meredek szakaszán járunk. Az ténykérdés, hogy a, a nagyon sokat hozott az, hogy a 20. században a tudomány demokratizálódott. A, ténylegesen a tudomány elérhető, a tudomány művelése elérhető. A 19. század végéig gazdag nemes emberek szórakozása volt a tudománya való foglalkozása. Az első országos főcsillagász Konkoli Tege Miklós, aki alapította ógyalán a mai Hurbanovon Szlovákiában az első magyar csillagvizsgálót, a komolyabban vehető csillagvizsgálót, egy gazdag nemes ember volt, aki a birtokainak a jövedelméből szórakozásból csinált egy csillagvizsgálót. Ugye 1900-as években váltak az egyetemek bárki számára elérhetővé. A nők gyakorlatilag csak a 50-es, 60-as években jelenhettek meg egyáltalán kutatói funkcióban, már pedig az emberi populációnak fele nő. Tehát, tehát a tudománynak a, a demokratizálódása, az elérhetővé tétele azért erősen fűtötte azt, hogy egyre többen és többen foglalkoztak ezzel, és a megismerés tényleg egy exponenciális görbét követett. És elmondom egyébként, hogy egyikében Pál András kollégám megnézte, hogy a legnagyobb csillagászati szakfolyóiratban, az Astrophysical Journalban évente hány cikk jelent meg az elmúlt 60 évben, és talált érdekes észrevette azt, hogy Nőtt a cikkek száma egy valamilyen szinten, aztán hirtelen nagyon megugrott, aztán visszaesett a növekmény. És a megugrás és visszaesés az pontosan egybeesett az Apollo programmal. 61-72-ig. Tehát lényegében, ameddig ömlött a pénz az Apollo programban, a NASA-ba, a világűrkutatásába, addig nem azt mondom, hogy a pénz lecsorgott a tudósokhoz, hanem egyszerűen benne volt a zeitgeist-ba, uh -huh. a, a, zeitgeist a légkörbe, hogy itt most a, a, a csillagok világával foglalkozni kell, és eszméletlenül Igen. az ismeretek szerzése. Most mintha megint benne lenne, nem? Hát most benne van, figyelj, amikor ilyen nagy infrastruktúrák megépülnek, hogy a 2022-ig, vagy 21-ig, tehát a 21. században a fizikai nobel díjnak a jól emlékszem, harmadal csillagászati asztrofizikai témája volt. Jó, csomó az még a 20. században történt valójában, de, de most, most a 21. században biztos, hogy a biológia az ökológia az egy fontos, és a fizikán belül az anyagtudományok azok most már nagyon keményen az alkalmazott irányba elmentek, és, de ott is még azért vannak érdekes dolgok, hogy a kommunikációra gondolunk, a feleset ugye az, mikor fog az, hogyan fogja majd az forradalmasítani a világunkat, de az biztos, hogy az asztrofizika a földön túli térrésznek a vizsgálata, az nagyon szépen muzsikál jelenleg, és ebben benne van az, hogy igen, nagyon nagy értékű és nagyon nagy képességű kutatási infrastruktúrák, teleszkópok, űrszondák, űrtávcsövek megépültek. Illetve hát gondolom az is, hogy a számítási kapacitás is exponenciálisan nő. Igen, 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 hát mi nagy felhasználói vagyunk a, a számítástechnikának, hiszen mióta digitalizálódott az adatfölvétel, ugye lényegében az összes adatunk számítógépeken tárolt gigabajtok, terabajtok, petabajtok, exabajtok, zettabajtok, jottabajtok, minden, amit el tudsz képzelni, prefixum, lassan már előkerül. Egyébként tudom azt, egy picit az előző témára is visszakanyarodva, az ebből az adásból is kiderült, de más honnan is, hogy tényleg a, a ter nagyon annak a híve, vagy hogy nem a mars és egyéb bolygók terraformálásában kell gondolkodnunk, hanem a saját bolygónk megmentésében, amivel teljesen egyet is értünk. Viszont mégis meg kell kérdeznem, a, ennek az adásnak a hangmérnöke kötötte a lelkemre, hogy ő látott egy olyan kisfilmet talán, ami arról szólt, hogy 5000 év alatt a Vénusz lehetne terraformálni különböző módszerekkel, hogy nem tudom, valamilyen nagy tükrökkel felfog a napot, és a többi, és a többi. Vannak, tényleg léteznek -e erről tudományos gondolkodások, vagy ez a teljesen a fantázia birodalma? A Vénusz az szinte biztosan nem fog menni, mert azon annyira sűrű a légkör. Annyira, ugye 90 atmoszféra nyomás van most a Vénusz felszínén, meg 500 fok, meg a levegőből kénysavcsöppek hullanak. Tehát ha van a pokolnak szinonimája az anyós lakáson túl, akkor az a Vénusz bolygó. Bocsánatot kérek, jó viszony vagyok egyébként az anyósra, csak tudom, hogy sok házasságban a férj és az anyós között nem mindig jó a, a kapcsolat. Tehát a Vénusz az egy pokoli hely, és azért nem véletlen van ott 90 atmoszféra nyomása a felszínen, az a Vénusznak valami miatt, ezen vitatkoznak a a planetológusok sokkal több, nagyobb mennyiségű a légkör, mint itt a Földön. Azt onnan eltávolítani, hát nehezen tudom elképzelni. A Mars az egy érdekes kérdés. Ugye a Marson régen a jó környék volt, csak aztán nem volt elég nagy tömege ahhoz, hogy megőrizze a vizet, az oxigént, a légkört, és ennek nagy része elszögött a bolygó felszínéről, a más része pedig bement a felszín alá egy ilyen jeges krioszférával. Igazi terraformálást nem lehet igazából a Marson sem, szerintem elképzelni. Amit viszont el lehet képzelni, ez egy ilyen hardcore science fiction megoldás. A Marsnál az a probléma, hogy még ugyan tudnánk a felszínen adott esetben bázisokat építeni. Nyilván a levegőt, tehát skafanderbe, űrruhában lenne mindig a közlekedés a Mars felszínén tudunk vizet odavinni, tudunk vizet kiválasztani a jégből, és most van ugye a Perseverance NASA Mars szonda vitt magával egy Moxi nevű kísérletet, ami ugyanazt csinálja, mint egy fa. A marsi légkör széndioxidjából oxigént vált ki. Tehát kiválasztja az oxigént, és aztán ezt te be tudod lélegezni. Ha ilyen moxi farmokat telepítesz, akkor a fák helyett géppel kivonod az oxigént a nagyon ritka marsi légkörből. De van egy fundamentális probléma, hogy a marsnak nincs mágneses tere. És ezért bármi ember oda megy, az olyan sugárterhelést kap a napból is, illetve a kozmikus sugarakon keresztül, a kozmikus térből is, hogy nagyon gyorsan elhalálozáshoz vezető sugár betegséget kap. Viszont lehetne csinálni egy olyan globális mágneses teret, ez egy nagyon érdekes koncepció, hogyha az egyik marsholdat, talán a Foboszt, Elpárologtatnánk lézerrel, oh. és ilyen, ilyen nagy hőmérsékletű plazmává alakítva a fobosz anyagát, amit aztán így, így valahogy egy ilyen, ilyen ion ö, rácsot hoznánk létre, hát ilyen ionizált plazma felhőt keltenénk a mars körül, ami aztán egy ilyen mágneses leárnyékoló teret uh -huh. lenne képes föntartani az egész mars körül. Mondom, ez egy hardcore science fiction megoldásnak tűnik, de viszont akkor azonnal lehetne a Mars felszínére mondjuk adott esetben telepeseket küldeni, és hát nyilván, hogy ameddig elég az anyag hozzá, hogy ez menjen. Ez, hogy mennyire reális ez a számolás, ezt nem tudom megmondani őszintén, de én koncepció szintjén egész komoly helyen láttam erre a utalásokat. A Vénusz szerintem az, az, az reménytelen. És hát innentől kezdve eléggé gyorsan véget ér a dolog. Ugye a Jupiternek az Európa nevű holdja, az, ott rengeteg víz van. Ott 100 km mély folyékony vízóceán van, háromszor annyi víz van ott, mint a Földön összesen, mm -hmm. a Földi óceánban. Rengeteg víz van ott, csak az már messze van. Tehát ott, ott, ott mindenképpen valamilyen energiaforrás kell, hogy melegedjünk de mondjuk ott nagy mennyiségű vízzel lehet, ugye, ha van vized, akkor tudsz csinálni oxigént, belélegzést, tudsz csinálni hidrogént, van energiád. Arra van egyébként bármi prognózis, hogy azt meg, mikor lehet megvizsgálni, hogy abban nincs élet? Abban de ugye három szonda az, amit most meg kell említeni, Európai Ürügynökségnek a Juice nevű szonda, nem erre fog szólni, ő általában Jupiter jeges volt, fogja vizsgálni, de az Európa az ott lesz, magasan a, a célpontok listán. A NASA-nak van már két Jupiter missziója, az egyik a Európa Clipper, az már olyan előadott fázisban van, hogy pár év a föllövés, vagy a uh -huh. elindítás. Ő a 2020-as évek legvégén, 30-as évek elején 50-valahány alkalom, 53 vagy 57 szer meg fogja közelíteni az Európát, és föl fogja térképezni teljes felszínt, és azt fogja megnézni, hogy hova lenne legérdemesebb leszállni, és akkor jön a Európa Lander, ami meg viszont ténylegesen leszállna, és vinne magával valami olyasmit, ami aztán befújja magát a jég alá, és megnézni, hogy na van-e élet abban a vízóceánban ez a 30-as években lesz. Hát, nincs már olyan messze azért. Hát, sem. kettőt, kettőt pislantunk, meg néhány gyereket fölnevelünk, és igen, itt leszünk a 2030-as években. Szóval ezek már látszanak, ezek már itt vannak, már ezek eldöntött. A Európa Clipper az biztosan, és a Európa Lander is nagyon, elő, nagyon előre haladott állapotban van. Elképesztő izgalmas, és hogyha egy kicsit viszont most eltávolodunk, vagy még inkább a fantázia birodalomba megyünk, akkor ugye azt értjük, hogy ahogy te is mondod ezeket a távolságokat, tehát az, hogy akár csak a saját galaxisunkba elkezdjünk utazgatni, az a jelenlegi ismereteink szerint fogalminak kizárt. De hogy van-e a sci-fi birodalmában elképzelés, hogy mégiscsak lehet majd úgy utazni, hogy nem a mostani fizikai módon, hanem valahogy az a egyféreg lyukon átmész. Hát igen, tehát az általános elméletnek az, az egyenletei, a papír sok mindent kibír. Uh -huh. Ugye a féreg lyuk nevű dolog, ami a téridőben két pontot egy ilyen insta Azonnali módon összekötő, valami átjáró két a fizikai térben távol eső pont között. Ez van egy ilyen megoldása a, a tér Ahogy a, a fekete lyuk is valójában a által elméletnek abból a komplikált egyenletéből kijön. Tehát az, hogy valami a matematikai formalizmusból létező, és az, hogy fizikailag létező, az két különböző dolog. Természetesen, His, ez hiszen, egy fizi, filozófiai hiszen, kérdés. Hiszen, bocsánat, de x négyzet Mínusz 1 egy, egyenlő 0. Ez egy egyenlet. Az. X négyzet egyenlő mínusz 1. Egy. X négyzet plusz 1 egy, egyenlő 0. X négyzet egyenlő mínusz 1. Egy. X egyenlő négyzetgyök mínusz 1, ugye? Így. Ez az imaginárius szám létezik. <hállítás> <hállítás> Tehát ugye valami, aminek a négyzete mínusz szám. Igen. És ugye akkor jönnek a matematikusok, és azt mondják, hogy hát, a szám fogalmat kell kiterjeszteni, hogy igen, van egy komplex számsík és akkor már igen, van értelmezhető a negatív számoknak a nézegyöke is. És ez egy másik dolog, hogy ez a fizikában is egy nagyon jól használható segédeszköz, hogyha a számegyenest kibővítjük egy síkká. Uh -huh. Tehát magyarul az, hogy a általános eltérésnek például a féregjukokat megengedi tehát matematikailag ez egy megoldás egy egyenletnek, hogy az a fizikai valóságban is létezik ezt, én biztosan nem tudom megmondani, de egy érdekes elképzelés. Igen, mert azért gondolom ezt nyilván inkább egy filozófiai, meg erősen kérdésnek, mert hogyha azt veszed alapul, hogy bízol abban naívan, hogy a folyamatos fejlődés, amire adásul most exponenciális, akkor is az van, hogy annak nyilván fizikai korláta van, hogy mi hova tudunk eljutni a jelenlegi módszereinkkel, de hogy azt meg olyan nehéz lenne elképzelni a filozófia szintjén, hogy igen, akkor még ezt a naprendszert úgy, ahogy ahova majd száz évet kell utazni, de majd élünk kétszázig, ha már az orvostudomány olyan lesz, meg majd lesz génünk, amitől a se, stb. stb. De az még mindig az van, hogy de hát akkor még mindig a belátható univerzumnak a kis hangya, a hangya pénisz Közben igen. mégis azt gondolod, hogy de csak lesz valami olyan, amikor nem úgy, mint a hanszóló, a fénysebe, fénysebesség űrhajó, de valahogy mégis átjutsz, hanem is fizikailag kérdés, hogy kell már fizikailag Az ember lenni. szeretne bereménykedni, de aztán visszanyal a fagyi, és akkor az ember eszébe jut a Fermi paradoxon. Ugye Eriko Fermi, olasz fizikus, vagy olasz származású amerikai fizikus 50-es évek közepén megfogalmazta azt, hogy ha léteznek olyan modern fejlett civilizációk, amelyek igen, már a teret is átlépik, fénysebességnél nagyobb sebességgel át tudnak jutni féregjúgakon, vagy valami nagyon furcsa tértechnológiával, akkor miért nem találkoztunk még velük? Na hát igen. Ugye ez a Fermi paradoxon, hogyha ilyenek vannak, akkor azoknak már itt kéne lenniük, de mivel nem látjuk őket, ezért van egy ellentmondás. Ez a Fermi paradoxon. Ugye a Fermi paradoxonról egy. De mindjárt eszembe jut a fickónak a neve, egy brit asztrofizikus, egy nagyon jó könyvet írt 2002-ben, és aztán 2015-ben megjelent a második kiadás, nem jut eszembe a szerzőnek, Steven Webb. Steven Webb nevű brit asztrofizikus írt egy nagyon jó könyvet, 75 megoldása a Fermi Paradoxonnak. Az egyik megoldás egyébként az, hogy a Fermi Paradoxon nincs, az idegenek itt vannak közöttünk, ők a magyarok. Ugye ez a 75 megoldás egyike. Ezt már ugye a telleredék A telleredék tudjuk. óta ezt tudjuk. Aztán van egy olyan megoldás is, hogy nincs Fermi paradoxon, mert az idegek itt vannak közöttünk, és ők a politikusok. Hát ez egy másik kérdés. Tehát ez is egy lehetséges megoldás. Szóval a lényeg az, hogy ez egy nagyon érdekes kérdéskör. És én úgy szeretném hinni, hogy az Han Solo meg a Leia Hercegnő ott van kint, és vár minket. Darth vader nem föltétlenül szeretnék találkozni, de roppant vicces, hogy a 7 éves gyermekem ugyanúgy elénekli a klasszikus Darth Vader motivot, mint ma reggel mentem az utcán, és egy nem, de max 5 éves gyerek a villamoson, a 4-es, 6 leszállt a körülön, és tehát a Darth Vader nagyon beleült a popkulturális áthallásokon keresztül az egy igazi mém. Így van. A klasszikus mém a Darth Vader téma a csillagok háborújából. Szóval vele nem fölvétlen szeretnék találkozni, de, de jó lenne hinni ebbe, de a Fermi Paradoxonnak a legtöbb megoldása azt sugalja, hogy nem biztos, hogy ezek ott vannak kint. De ez nekem egy nagyon depis gondolat, el is felejtem gyorsan. Igen, egyébként azt is kérdezném rögtön, ha már itt a Darth Vader meg a Han Solo különbségéről beszélünk, hogy ugye sokan azt mondják, hogy nem is lenne szabad nekünk rádiójeleket küldeni kifelé, mert hogy az nekünk rossz lesz, hogyha megtalálnak minket, ha vannak. Ha vannak, soksz... és, és ugyanúgy működnek, mint mi, mert ez, ugye ez a bajom ez az egész, hogy vannak ilyen Ugye a ugye a legtöbb a szintiszta, ugyanaz a klasszikus görög legendák újraélve, hogy a Odysseus utazása, valaki utazik, és közben lát valamit, és közben megold egy problémát. Semmi új nincs ezekbe a De kimondta azt, hogy igazán idegen gondolkodás, az tényleg azon vonalakat követi, uh -huh. mint az emberi gondolkodás. Föl sem ez az, tudjuk, ez az. el sem tudjuk képzelni, mi csak a saját, magunkat vetítjük ki, amikor önmagunkat keressük oda Nekem ez a probléma egyébként a James webb is. Amikor azt mondjuk, hogy majd akkor keressük azokat az oxigén, ózon, meg széndiokszid, meg metán, meg nitrogén, szóboxid molekulákat, amik itt a Földön az élet keletkeztet. És akkor, ha ilyet látunk máshol, akkor azt mondjuk, hogy ott van élet, vagy jó esélye van ott élet. Nem, nem biztos. És egyáltalán nem biztos, hogy csak ez a típusú élet van, mint ami itt a Földön. A akartam is kérdezni, így van. Hát... De, de erre azért visszaszól a bennem élő empirikus tudós, hogy hát, kedves László, azért keressük azokat, ami olyanok, mint mi, mert önmagunkról tudjuk azt, hogy milyenek vagyunk, milyen uh -huh. jelet keressünk. Ha valamiről azt se tudjuk, hogy micsoda, akkor a jeleit sem vagyunk képesek kimutatni. Ugye erre szoktam kedvenc én mondani, hogy ha vannak gondolkodó sziklák, én nem tudom kizárni, hogy vannak gondolkodó sziklák, 50 ezer rég élnek, telepatikusan kommunikálnak egymással, 200 évenként odébb mennek 20 centit, és közben pedig csatolt parcelás differenc rendszereket oldanak meg. Lehet, hogy vannak ilyenek, de milyen megfigyelhető jelük van, könyörgöm. Nem tudom. Tehát ilyeneket nem fogok keresni távérzékeléssel. Igen. Ez egy nagyon logikus dolog egyébként, de akkor az is felmerül, hogy hát amúgy meg honnan tudjuk, hogy nem találkoztunk még velük. Erre majd két dolog is van. Az egyik a hosszú nevű móma -mó oh, A másik az pedig megint csak egy kicsit elvontabb kérdés, hogy Ugye a Csányi Vilmosnak van például egy ilyen elmélete, hogy az ember az a létezése során egyre békésebb fajjá vált, meg az állathoz képest ismer, hogyha beraknál egy hetes busznyi gorillát, az nem menne el a keleti ígélve. Egyrészt, másrészt még egy római hadvezér is felrobbantaná az atombombát, simán mondva, hogy majd akkor nem megyünk oda. Igazából ugye ebből lehet egy olyan következtetés levonni, hogy minél intelligensebb civilizáció, annál kevésbé akarja bántani a másikat, hiszen mi is most már az állatokra is vigyázni kezdünk, ahelyett, hogy csak önmagában öldösnénk őket. Nem lehet az, hogy ők egyébként tudják, hogy itt vagyunk, meg is néznek minket megfelelő távolságról, csak minek jöjjenek ide egyelőre. Ugye ez a Steven Webcam új a The Zoo uh -huh. Tehát az állatkert szenárió, hogy messzire néznek minket, de békén hagynak, hogy fejlődjetek, ahogy, ahogy ti akartak, Tehát lehet ilyen megoldás is. Én egyébként megmondom őszintén, ebből a szempontból pessimista vagyok, hogy mi sokkal jobbak lennénk, akár még csak a rómaiaktól is. Az, hogy racionálisan gondolkodva. Ha, nem, akkor ez. Racionálisan gondolkodva nem öljük meg a, a, másikat, de kapcsolt ki egy hétig Budapest áramszolgáltatását, és nézd meg, hogy mi történik. Ez igaz. Nem akarom elképzelni. Igen, ez igaz. Nem akarom elképzelni. tényleg még egyszer mondom, nem akarom elképzelni. De én most pont most ugye zajlik tőlünk észak-keletre egy konfliktus és az emberben azért úgy végigfutnak a vészforgatókönyvek. Én most elképzelem azt, hogy mondjuk megszűnik Magyarország áramszolgáltatása. Egy hét után mit eszek? Mit adok a gyerekemnek enni? A hűtőszekrényemben három nap után megrohad minden. A szekrényben van mit töljön, két kiló cukor, meg három doboz tészta, meg négy halkonzerv. Három nap után éhen halunk. Hát ez egy, ez egy örök vita egyébként. Én erre a javíthatatlan optimistaként mindig azt szoktam mondani, hogy igen, oké, okay, csak mennyi esély van arra, hogy úgy szűnjön meg, hogy ne is tudjon visszajönni, mert én erre mindig azt gondolom, hogy lehet, hogy tízezer évig tartott felfedezni, meg kifejleszteni, de onnantól, hogy tudjuk a birtokában vagyunk annak a technológiának, azt reprodukálni, már sokkal gyorsabb. Hát, köszönöm szépen ezt az optimista lökést. Hát, hogyha el is megy az lökést, lökést, néhány hét után azért megillesz, mert hogy tudjuk. hogy szépen ezt az optimista lökést nem tudom, tehát ténylegesen ugye ne, ne hallgassuk, hogy no, november 16-án beszélgettünk, ugye tegnap este jó volt, amikor a Lengyelország határen belül landolt hát, két rakéta, most legutóbb azt olvastam, egyik ukrán másik orosz volt, tehát, hogy ténylegesen véletlenül zuhantak át, és akkor ember eszébe jött barcs 1991 2 környékén, Igen, amikor... Kassa ugye 1941-ből... Milyen mi fején van. dolgok az ember eszébe jöttek, amik lehetnek kázuszbellik is, meg lehetnek kellő nyugodtsággal semmik, én ebbe utóbbiba bízok, mert, mindannyian, mert ebbe bízunk. Szóval a lényeg az, hogy azért sok dolog nyugtalan mostanában. Itten sokkal földhöz ragadtabb kérdés, mint az, hogy mikor fogunk kilépni a csillagközi hát Ez nyilván igen, ugye itt, az a két lépték, a mi saját kis életünk, ahol még ezen túl is vannak nyugtalanító apróságok, akár meg van a globális lépték, de egy utolsó, egy picit ide még térjünk vissza, aztán utána hagylak majd menni, bár én el tudnék beszélgetni reggelig is, hogy akkor ez az említett OMOA. Igen, el, és én most idén szeptemberben volt Magyarországon egy nemzetközi konferencia meteoros témában, és akkor valami, valaki tudta originálisan, hogy kell kiejteni, a havai őslakosok nyelvén, és nem, 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 -a írják. Elmondott el Ugye ja, a akik... sztori az, hogy 2017-ben átrepült valami, a 2017-ben átrepült valami a naprendszeren, már távolodás közben fedezték föl, és hát igazából az a pályája, a röppálya elemzéséből kiderült, hogy nem a nap körül keringett, hanem a csillagközi térből érkezett, és oda el is távolodott. Olyan pályán mozgott, hogy semmiféleképpen nem a Jupiter, vagy valami más gyorsította föl ilyen naprendszert elhagyó pályára, hanem ez, ez jött és ment. Ugye aztán következő évben egy Borisov nevű üstökös is megjelent, és akkor a kettőre emelkedett a csillagközi térből érkezett látogatók száma. 2017 előtt soha nem láttunk még ilyet. Korábban olyat láttunk már, hogy a Jupiter kipenderített a csillagközi térbe üstökös, ha túl közel ment hozzá, pont úgy, mint a Voyager szondákat. Fölgyorsította, hogy egy üstökös is képes interstelláris pályára kilökni. Na most, a dolog onnan vált érdekessé, vagy hát nem is tudom, hogy érdekessé, egy bizonyos Evi Lööb nevű Harvardi professzor írt egy könyvet, valójában ez volt, ami áttörést hozott, hogy azt állított, hogy az Oumuamua az idegenek űrhajója volt. Következő helyzet. Az Oumuamua-nak a pozícióját mérték teleszkópokkal. Földről a legnagyobb távcsövekkel, 8 méteres, 10 méteres távcsövekkel és a Hubble távcsővel. Ezért, hogy hogyan változott az oumuamua az, az, égi pozíciója, erre rá lehetett illeszteni egy pályát. Egy klasszikus newtoni pályát, egy elliptikus, vagy hát parabolikus, sőt, hiperbolikus pályát a parabolikus lenne egy ilyen egy, elliptikus, ami a a hiperbolikus az, ami elhagyja a naprendszert. Uh -huh. Egy hiperbolát rá lehetett illeszteni. Ugye azért volt érdekes az egész dolog, mert hogy a 8 méteres óriás távcsekek kimérték azt, hogy a 6 7 órás periódusra nagyon nagy fényesség változás. Néha fényes volt, néha halvány volt, ilyen igazából azt nézzük, hogy ilyen pörgő ceruzára emlékeztetett. Uh -huh. amikor felfedezték, tökéletesen illeszkedett rá Arthur C. Clarke rámával című regényének az alapsztoria. Alap hogy a csillagászok felfedeznek valami hengeres testet, ami, ami nagy sebessége megy át a naprendszeren. Mert pontosan a, én magam is mondom, ez az idegenek űrhajója. Aztán kiderült, hogy se kigázosodást nem lehet kimutatni, se. tehát Teljesen természetes égi testnek a jeleit mutatták. A Evil Love, egy kozmológus, azt a eredményt hogy mintha a pálya egy kicsit eltért volna a newtoni dinamika által, a bonzá, gravitációs vonzás törvényből kijövő hiperbola pályától, tehát nem gravitációs erők jelenlétére, való koordináta változást, ezt ő úgy értette, hogy ezt tudti biztos, az idegeneknek az űrhajója volt, valami napfi torlás, ami a nap közelébe kapott Igen, lökést. mert ezt is akartam mondani, De hogy a ezt, formáját bocsánat, is... Bocsánat, majd kifütyülitek, ez netto fasság. Nem kell kifütyülni. Mert azon adatok, azon adatok, amelyek a legjobban erősítik ezt a nem gravitációs gyorsulást, azok a hubble távcsőtől származnak. És aki érti a kisbolygók asztrometriát, az pontosan tudja, hogy a hubble távcsivel lehet nagyon precízen relatív koordinátát mérni, tehát egy, egy csillaghoz képest milyen messzen, de abszolút koordinátát, hogy az égen hol van, amiből aztán pályát számolsz, az, annak van egy nagy szisztematikus, vagy hát nagy hibája van. És én beszéltem kisbolygós emberek, és mindenki a fejét fogja, hogy ezt a hülyeséget, hogy nem érti a faszimán, bocsánat, hogy azok az adatok, amire ezt az elméletét fölteszi, azok nem megbízhatóak. Mert ő egy kozmológus, aki nem ért a hubble távcsöves kisbolygók pozíció méréshez. Aki ért hozzá, mindenki tudja, hogy ez egy nettó fasság de mégis írt egy könyvet, egy nagy, ugye ő egy nagyon produktív ember, jól beszél, nagyon arrogáns rámenő stílusa van, és ezzel elterjesztett ezt magyarul is megjelent. Majd igen, olvastam is, egyébként. Van is, van is egy van Ráadásul támadja a közösség, a saját közösségét, hogy mi vaskalapos galileit is megégetnénk, hogyha rajtunk múlna, <laughs> Mert nem vagyunk hajlandók elhinni az ő, ő elméletét. De hát nem, az nem elmélet, az egy fantazmagória. Tehát külön kell választani az elmélet, a tudományos elméletet és a hipotéziseket, meg még inkább a spekulációkat. Ez három teljesen különböző dolog. Igen. És és ő valójában spekulál. Nem lehet kizárni, de semmilyen tény nem utal rá, hogy az egy idegenek űrhajója lenne. Én örülnék a legjobban, Igen. ha az az idegenek űrhajója lenne, és itt jó hónap leszállna, és üdvözlöm, miniszterelnök úr, megérkeztünk, békével jöttünk, üzenette a kosú téren leszállnának. Én örülnék ennek a legjobban, de az Oumuamua az nem ilyen. És nagyon várjuk ezt, már emle, emlegettem ezt a csílei óriás mm -hmm. majd a univerzum 10 milliárd. Na, az, az LSS-ti program gyakorlatilag heti havi gyakorisága várhatóan föl fog fedezni. Igazából ebből a két égitestből, az Oumuamaból, meg a Borisov meg lehet becsülni azt, hogy mennyi csillagközi égítest van jelenleg, bármely időpontban a naprendszerben, a Neptunuson belül, távolságon belül, és a becsült száma, ami elképesztő, több ezer. Csak nem látjuk őket, mert hallgatnak picik. De az LSST, az óriás távcsicsiléből ezeket értelmezhető arányban képes lesz majd már fölfedezni. És akkor végre mindenki megnyugszik a fenébe, hogy igenis, hát eleve vártuk azt, hogy jönnek majd testek más csillagok körüli térből is. A szegény ember exo-bolygója, vagy a szegény ember exoüstököse az a naprendszeren átvágtató interstelláris égitest, és ezt teljesen komolyan vehető emberek komolyan is veszik, hiszen például az Európai Ügynökség a Comet Interceptor nevű űrszonda, 27-ben akarja Én az 5 év múlva el fog indulni, ki fog menni a Lagrange kettő pontba, ott van a James ebb és ha jön majd egy csillagközi vándorok, oda megy. Tehát már most vannak olyan szondák, amelyek arra várva készülnek, hogy majd bejön egy ilyen, és akkor oda megyünk, és akkor mintát veszünk egy másik csillagköli, hát üstökös vagy kisbolygónak az anyagába. Ómamó egy interstellás kisbolygó volt, a Borisov egy interstellás üstökös volt, Mind a kettő más csillag körül és mind a kettőnél a megfigyelési adatok tökéletesen összhangban vannak a természetes eredette. Nincs szükség a fényvitorlás űrhajóra. Bocsánat, én nagyon szomorú vagyok, hogy ezt így ilyen lelombozó hatással kell de nincs rá szükség. Persze, de hát ugye pont ez a lényeg, hogy ezt most egy olyan embertől halljuk, aki egyébként maga is nagyon szeretné, tehát nem azért mondja, hogy nem, mert szkeptikus, vagy nem, mert hogy a idegen élettel kapcsolatban, vagy nem azért, mert irigy lenne a felfedezésre, hanem ő is nagyon szeretné, viszont a tudományos bizonyítékok mást mondnak egyelőre. De hát akkor zászlónak annyit kéne mondanunk, hogy vigyázzunk erre a földre, mert nagy dolgok várhatók a következő Igen, 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 könyörgöm, hát akkor tudunk, hogy mondjam, nyilvánvalóan ezekre a kinti világnak a vizsgálatára, a összerőforrásnak, ha az ezerlékét fordítjuk, másokat költünk. Tehát ez mi mindig is egy ilyen kis parányi, szépen ragyogó kis ékkő leszünk az emberiség ruháján, de csak egy kis hanyány, egy émántocska, ami a, szerintem a legszebben csillog, de egy kis picike kis ruhadísz vagyunk az egész emberiség öltözékén. Itt a mi földünket kell megőrizni, itt a földünket kell stabilan tenni, és akkor aztán ráérő időnkben, ráérő erőforrásainknak a függvényében kirajzhatunk. Hosszú távon, ha ugye jövő zenéje egyértelmű egyébként, ha filozófiább, ha csak ebből indulunk, uh -huh. az, hogy a Föld erőforrásai végesek, és nincs százszázalékos visszaforgatás, az azt jelenti, hogy az emberiség folyamatosan használja, fogyasztja, a, valamilyen sebességgel csökkenti a földi összerőforrás mennyiségét. Na most, a földön levő összes erőforrásnak a mennyiségét, ha elosztjuk a csökkenés sebességével, akkor egy idő mennyiségű paramétert kapunk, ami azt mutatja meg, hogy milyen nagyság idő múlva fogy ki a föld az erőforrásokból. Ez lehet, hogy 50 ezer év, lehet, hogy százezer év. Lehet, hogy 200 év. De mindenképpen véges. Tehát ha az emberiség képes túlélni ezeken a gyermekbetegségén, amit úgy hívunk, hogy világháborúk, meg ökológiai válság, meg túlnépesedés, meg túlfogyasztás, meg nem föntartható gazdaság, szóval ha ezeken mind túl élünk, akkor előbb-utóbb azért a biológiai fajfenntartás parancsa lesz remélhetőleg a legerősebb. Óhatatlanul legelőbb is több bolygós civilizációvá kell fejlődnünk, utána pedig több csillagos interstelláris civilizációval. Ez nem a mi életünkben, még csak nem is az unokáink unokái életében fog bekövetkezni, de ha sikerül túlélni a nehézséget, akkor ez óhatatlanul el fog érkezni. Ez bele van írva a sorsunkba. Vagy a halál, vagy az interstelláris tér. Közbülső megoldás nem hiszem, hogy van. Ennél szabb zárszót szerintem nem lehetne adni ennek az adásnak. Kis László Csillag, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon remélem, hogy nem az utolsó alkalommal beszélgettünk. Köszönöm szépen, meghívást. Sziasztok! Ez volt a Jövő Zenéje.